20. rész. A hétnek első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes volt, odaméne Mária Magdaléna a sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a sírról. Futa azért, és méne Simon Péterhez és a ma másik tanítványhoz, akit Jézus szeret vala, és mondanékik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz. Együtt futnak vala pedig mindketten, de a ma másik tanítvány hamar megelőzte Pétert, és előbb jutott a sírhoz. És lehajolván látta, hogy ott vannak a lepedők, mindazáltal nem megy vala be. Megjöve azután Simon Péter is nyomban utána, és bement a sírba, és látta, hogy a lepedők ott vannak. És a keszkenő, amely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán bement a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lát és hisz vala. Mert nem tudják vala még az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. Visszamentek azért a tanítványok az övéikhez. Mária pedig kint áll vala a sírnál sírva. Amíg azonban siránkozék, behajol vala a sírba. És látott két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt vala. És mondának azok néki, asszony, mit sírsz? Mondanékik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. És mikor ezeket mondotta, hátrafordult, és látta Jézust ott állani, és nem tudja valahogy Jézus az. Mondanéki Jézus, asszony, mit sírsz? Kit keresz? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondanéki. Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted őt, és én elviszem őt. Mondanéki Jézus. Mária. Az megfordulván mondanéki. Rabbóni. Ami azt teszi, mester. Mondanéki Jézus. Ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj el az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elméne Mária Magdaléna hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az urat, és hogy ezeket mondotta néki. Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, ahol egybegyűltek vala a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus, és megálla a középen, és mondanékik, békesség néktek! És ezt mondván, megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az urat. Ismét mondta azért nékik Jézus, békesség nektek! Amiként engem küldött vala az atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, reájuk lehelle, és mondanékik, vegyetek szent szellemet! Akiknek bűneit megbocsájtjátok, megbocsáttatnak azoknak. Akikéit megtartjátok, megtartatnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem volt ő velük, amikor eljött vala Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok. Láttuk az urat. Ő pedig mondanékik. Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét bent voltak az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtók zárva voltak,
Bement Jézus, és megáll a középen, és mondta: békesség néktek! Azután mondta Tamásnak: hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felelt Tamás, és mondta néki: én Uram, és én Istenem. Mondanék ki Jézus: mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is mivel tudja Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében.